Szia! Ebből a videóból megtudhatod, hogyan állíthatsz be slashvise eszközöket, és hogyan kezdheted meg a készlet használatát. Minden slashvise eszköz különálló egység, ezért az első indításkor párosítani kell őket. Az ezt követő indításoknál a rendszer megjegyzi őket és a beállításokat. Miután bejelentkeztél a webes alkalmazásba, a képernyő jobb felső sarkában találod az eszközpanel gombot. Kattints rá, és a rendszer a vezérlőközpont számítógéphez vagy interaktív monitorhoz való csatlakoztatására fog kérni. Ehhez egyszerűen használd a mellékelt USB kábelt. Erősítsd meg a kapcsolatot a kék engedélyezés gombra kattintással. Ezen a ponton a böngésző kérheti, hogy engedélyezd a soros port csatlakozást. Válaszd az USB soros lehetőséget és kattints a csatlakozás gombra. Itt az ideje, hogy a CLASPAD eszközöket hozzárendeld az imént csatlakoztatott vezérlőközponthoz. A rendelkezésre álló lehetőségek közül válaszd az automatikus hozzárendelés a dokkolóállomás használatával lehetőséget. Első lépésben megbizonyosodunk arról, hogy az összes hozzárendelni kívánt CLASPAD a dokkolóállomáson található. Ha nem, helyez be őket a számozott nyílásokba. Ezt követően kattints a kék beillesztve gombra. Ezt követően az utasításoknak megfelelően tartsd lenyomva a dokkolóállomás alján lévő gombot 3 másodpercig. Ekkor a claspad eszközök szinkronizálódik a rendszerrel. Kész is! Az összes csatlakoztatott eszköz megjelenik az eszközök listájában, és készen áll a tanítás megkezdésére. A panel tetején található gombbal átválthatsz a névsor nézetére, és ellenőrizheted, hogy minden diák készen áll-e a használatra. Amikor eltávolítod a diákok claspad eszközeit, minden eszköz megjegyzi azt a helyszámot, amelyből eltávolították, és egyedi gomb generál, így könnyebben azonosíthatók az eszközök, amikor a diákok az asztalra helyezik őket. Az óra végén nem kell aggódnod amiatt, hogy a claspad eszközöket ugyanoda helyezik-e vissza. Legközelebb a számokat a rendszer automatikusan hozzárendeli a claspad eszközökhöz, hogy megkönnyítse a munkádat. Köszönjük a figyelmedet, kerest fel a többi videónkat is! Hamarosan találkozunk!